Olyan sötét verset énekeljük. A Krisztus mennybe felmélye, hogy én őt helyet szerzene, Atyával nevét éltetne, előttem végigne. Ó, mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál, volt életünk, kegyelemléket és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg, testvéreim, a mendemenetel evangéliumát az apostolok cselekedetek első részében. Amikor együtt volt velük, mármint Jézus, megparancsolta neki, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, melyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szent lélek, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, felhőt akart erőt szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galilai férfiak, miért állottok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Hálatás szívvel dicsérünk és magasztalunk téged, mennyi édes Atyám, felséges Istenünk, hogy mindig azok, mind ámenek, melyek szárból kijöttenek. Köszönjük, hogy te hű vagy az ígéreteidhez. Már hogy megígérted az első emberpárnak, hogy majd az asszony maga a kígyó fejére tapod, ezért elküldted egyetlen egy szület fiadat Jézus, hogy a kígyó fejére taposson, hogy legyőzze a gonosz és a halált. Mert nem csak meghalt a mi bűneinkért, hanem felszámolott a mi megigazolásunkért. Köszönjük te néked, mennyi édes Atyám, hogy most is egybe gyűlhettünk, hogy megemlékezzünk arra az eseményre, amikor ott a hegyen, az Olajfák hegyén felemeltetett, és elment, hogy ott üljön a te jobbodon. Köszönjük te néked, mennyi édes Atyám, hogy nem hagyd bennünket bizonytalanságban, mert ezt is megígérted, hogy majd úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Éppen azért mindig készen legyünk, várván Jézus Krisztus, a mi úr visszajövetelét, aki majd most már nem úgy jön el, mint kicsiny gyermek, hanem mint király, ítélni élőket és holtakat. Köszönjük te néked a mai nap áldásait. Köszönjük te néked a csendes esőt, amelyre nagy szüksége volt ennek a kiszáradt földnek. Köszönjük te néked, hogy nem csak a kiszáradt földre gondolsz, hanem a mi kiszáradt lelkünkre is, Uram, és a te égén éltető esőjére akarod megöntözni. Köszönöm te néked, hogy mindezek megírottak. Köszönjük a Bibliát, köszönjük, hogy naponként olvashatjuk, és szabadon hirdethetjük az evangéliumot.
Hálát adok te néked, mennyi éves atyánk, hogy most is, aki akarja, az megragadhatja a feléje kinyújtott álszegedet, kezedet, Uram, és megmenekül. Áld meg bennünket, akik együtt vagyunk, áld meg azokat is, Uram, akik nem tudtak eljönni. Könyörgök te hozzám, mennyi éves atyánk, azokért, akik most ott a kórházi ágyon vannak. Életükért küzdenek, Uram, adják, hogy legyen emberük, aki elviszi hozzájuk is a jó hét, hogy van szabadulás még, az utolsó percre is meg lehet térni. Legyen áldott a te dicsőséges neved. Könyörjük te áld meg most is. Az igény gyarló szólóját és hallgatóit egyaránt. Adják, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói, és művelei is legyünk a hallgatott igények. Hallgass meg minket. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott ige szakaszban hallhattuk, hogy hogyan teljesedett be az a ígéret, amelyet Isten megígért a fiúnak, akkor, amikor ő beteljesítette kötelességét. Engedelmes volt mind haláig, a keresztfának haláig. Mert csak egyetlen egy bűn van, amely áldozatos. Ami már az édenkertben megtörtént, az a bűn, az engedetlenség. Mert aki engedetlen a fiúnak, az elfáradó. Nincs mentség. Viszont aki megragadja az átszegezett kinyújtott kezet, és szívébe fogadja Szentlélek által az Úr Jézus Krisztus, az megtartatik. Ő maga ígért, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezükre. Senki ki nem ragadhatja. Miért? Azért, mert a sátán még nincs megkötözve. A világfejedelme még munkálkodik. Még mindig azt akarja, hogy minél többen kározzanak el. És ő végzi az ő akna munkáját ebben a világban. Hiszen beszélhetünk egyáltalán akár keresztény Magyarországról is. Akkor beszélhetnénk, hogyha valóban legtöbb része a magyar népnek befogadná a szívébe Jézust. De tudjuk talán, hogy pont fordítva volt. Mert az Úr Jézus is megmondta, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen vannak a választottak. És én ezt az igét úgy értelmezem, hogy mindenki meg van hívva az Isten országába, mindenkinek szól a meghívó. Mindig hirdettetik a meghívást. De nem mindenki fogadja el. És sokan félre is magyarázzák ezt az idén a predestinációba, hogy választottak. Én velem úgy értettem meg az én Uram ezt az igét, hogy kevesen vannak, akik választják az üdvösséget. Most az üdvösséget választani lehet. Isten egyedül az embernek az élővények közül adta meg a választási lehetőséget, hogy választ. Előbb adtam az életet és a halált, válasz az életet. És miért nem kell a jó az embernek? Azért, mert a világ olyan díszes csomagolásba tudja az ördög becsomagolni az ő ajándékait, hogy inkább azt választják. Eszem hiszem, dínem dánom, és akkor egyenligyán én lelkem, holnap úgy is meghalunk, hiszen hogy hihetne a feltámadásba?
Pedig azt olvassuk, hogy ha a Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való mi hitünk. Ugye a végehirdetésünk is hiába való, nem támadt fel a halálból. Mert első zsengeként ő támadt fel. Jézus idejében is voltak feltámadások, és Jézus feltámasztott többeket is. Sőt, nem csak Jézus, hanem a tanítványok közül is. Azonban azok mind meghaltak. Lázár is meghalt. A mennyésű is, a többi is meghalt, mindegyik meghalt utána. De egyedül Jézus az, aki nem tudott előtt venni a halált. Aki abban megyével nem engedett, hogy rothadást lássak. És ahogy láthattuk is, testben jelent meg. Testben jelent meg, ahogy ott, ahogy mondjuk is az apostoli hitvallásban, hogy hiszen a testünk feltámadása. A test feltámadása. Igen. Jézus Krisztus is testben volt, hiszen honnan tudjuk, mikor megjelent a tanítványoknak együtt kellett velük. De mégsem ismerték fel a tanítványok ott a úton, amikor együtt ment velük. Miért ismerték meg? A kenyér megtörésére. És hogy beszélt, a szívük melegedett, felmelegedett, hogy beszélt. Kedves esetleg, most is az kell, hogy az ige hirdetések olyanok legyenek, hogy felmelegedjen a mi szívünk. Mert kedves esetleg, nagyon sokan tévedésben vannak, afelé, hogy Isten csak szeretet. Isten szeretette, nem csak szeretet. Hiszen akik olvasjuk, ismerjük az ószövetségi történeteket. Tudjuk nagyon, hogy milyen kemény kézzel vált Isten a választott népvel. Milyen kemény kézzel vált. És úgy elgondolkoztam a napjaimban is, ugyanolyan kemény kézzel bánnak azokkal, akik nem engedelmeskednek neki, hogy legalábbis nem akarnak megtérni. Jaj, egy akkor nekünk. De Isten a mi bűneinket nem látja. Miért nem? Azért, mert a Jézus Krisztus vére elfedezi a bűnt. Szent vére bűnt befedez, tisztára most a duhán, hogy énekeljük is. Szent vére bűnt befedez. Ezért nem látja Isten a hívembernek, a Jézus Krisztusban elrejtett életnek a bűnét. Végkezünk? Persze. De van bocsánat. Van bocsánat. Még a rablógyilkosnak is. Van bocsánat. Nem véletlenül mondta a minden imádságában az Úr Jézus, hogy ne kell bocsátani. És sokan elmondják csak úgy, mint egy darálva, mint egy mantrázva az Úr imádságot. Sokan elfelejtik, hogy átkot kérnek a fejükre. Hát úgy bocsátnak a mi védkeinket, ahogy mi is megbocsátunk. Hát pedig úgy bocsát meg Isten, akkor nem bocsát meg, mert magunkkal visszük a haragot, a gyűlöletet. Majd jól a kárhozatban. Újjá kell születni. Azt jelenti újjá születni, hogy megváltozik a természetünk. Először is a gondolkodásunk változik meg. Azt mondja, az apostoli változások még, aki elnékeknek elváltozása által. Pál apostolnak is a Saulnak a gondolkodása változott még legelőször. Ott a Damaszkusz úton. Másképp gondolkodott a keresztényekről.
addig ellenségnek tekintette őket, utána pedig testvér. Persze lehet kinek kérni, újjal születni. És kedves testvérek, én nem is szívesen szólítom a szolgálataimban a gyülekezeti testvéreknek. Miért? Mert csak akkor szólíthatnám, hogyha mindannyian az Úr Jézus Krisztusai volnának. Úgy, ahogy itt olvasjuk abban a követő szakadban, azt tanulgattuk fel, hogy együtt voltak, és azok, akik ott együtt voltak abban a felhárban, várva a szent lelket, azok mind az Úr Jézusai voltak. Azok testvérek voltak. Még pedig vértestvérek. Nem olyan vértestvérek, mint ahogy apaidé vagy egyébként, hanem Jézus Krisztus vére által testvére. Még azokat sem lehet mindenkit testvérennek szólítani, akikkel együtt olvasorázunk. Mert nem veszik figyelmembe a figyelmeztetést, ami elhangzik, hogy párhozatot eszik és iszik magának az, aki nem becsülő meg az Úrnak testvét és vérét. Kedves esetek, itt is beteljesedik, sőt a megdicsőlés egyen is, amit az Úr Jézus mondott, hogy vannak közöttedek néhányan, akik nem látnak halált, még meg nem látják az Isten dicsőségét. Ott csak hárman látták meg a legdicsőségét, itt viszont ott voltak a többiek. És elmondja az Úr Jézus a parancsolat. A missziói parancsok. Elmenni, tegyetek tanítani minden éveket, Samáriától kezdve szült végső határáig. Tegyetek tanítványa minden éveket. És a mai keresztény világ azt teszi. Ember halász akar lenni a mai keresztény társadalom. Isten országának akarják megnyerni az embereket, vagy inkább megbotránkoztatják. Kedves testvérek, sokkal jobban prédikál a hívembernek az élete, mint a beszéde. Sokkal jobban prédikál. Azáltal lehet megnyerni a lelkeket. És akkor, amikor az Úr Jézus beszélt hozzájuk, még beszél, azt mondja, akkor felemeltek. És nem elragadtak ott, hanem felemeltek. A felhőkön áll. És ők nem értek. Olyan jó, kedves testvérek, arra gondolnunk, hogy ha nem értünk valamit, akkor van, aki megmagyarázza. És ez a valaki nem más, mint a Szentlélek Isten. Vagy az ő szolgáin keresztül, vagy az igény keresztül, az orvosok igény keresztül is. Oly soktól kaptam már a választást, vannak kérdéseim nekem is sokszor. És mindig kaptam választ még a kérdésekre. Soha nem, hogy ott az én uram még kétséghez közt hányoltam. Soha. Mert én nem csak hiszem, hogy az én megváltom én, hanem úgy, ahogy ezt jó is mondta, tudom, hogy az én megváltom én. És egyből az én korom között megváltom. Tudom. Mert mindig azok mindámenek, amelyek szárból kijöttenek. Hiszen a Biblia az életnek a forgatókönyve. Mindenre van válasz. Mindenre. Csak olvasni kell a Bibliát. Ismerni kell. Hányszor kérdeztem már még többektől, hogy hát olvasolja azt otthon naponta a Bibliát. Nem, hát papdolga miatt.
Sokszor ez volt a válasz. Igen. Persze, hogy neki is tanulmányozni kell. Nem elég az a tudomány, amit a teológiában megtanultunk. Nem. Nem elégséges. Hiszen azon a televíziónak ki tudnám áttanulmányozni az egészet. De lehetőségünk van, hogy olvasunk. Olyan jó, a bibliolvasó vezérfonal. 5 év alatt egyszer teljesen végig lehet olvasni a Bibliát. De nem úgy, mint a regény, hanem úgy, hogy ahogy Mária is tette, ahogy hallotta az igét, szívébe fordotta. Elgondolkodni azon, amit ma reggel olvastunk. És akkor értetlenül álltak ott a tanítványok, akkor az angyalok megmagyarázták, hogy mi történik. Mert is lehet ügyezni angyalait, hogyha nem értünk valamit. Mert itt most is vannak, két lábon járó angyalok. Azok szolgáló lelket tulajdonképpen. Testben. Ahogy én hozzám is elküldte annak idején a szanatóriumba, azt a fiatal embert az Isten angyala volt, akkor az ige által helyreállította a lábamat, mert el is amodott az én lábam. Ő már az Úrnál van, én már megkapta ezért is a jutalmát. És ne úgy legyen, ahogy énekeljük is, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem láttam még őt. Egy lélekért se. Amint láttátok felemeltetni, úgy jön el majd az ég felhelyén. Úgy jön el. És mi valamennyien ezt várjuk. Mivel fejeződik be, Szent Irány, Maranatha, jövel Uram Jézus. Várjuk vissza. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy kívánkoznám már inkább elköltözni, mert az mindennél jobb lenne nekem, de miattak, hogy még Isten maradom. Mert még Istennek dolga van velünk. Munkálni akar bennünket, munkába akar látni. Itt is munkába állította az Úr Jézus a tanítványokat. Az Isten országában nincsen tétlenkedés. Isten országában csak a szorgos beteg kellene. A tétlenkedők nem. És hát láthatjuk, hogy akkor, amikor az Úr Jézus itt ezt elmondja, akkor szívükre veszik a tanítványok. De gondolom, hogy meg is ijedtek. Hogy mi lesz most velük? Hát most magukra maradtak. És láthatjuk a későbbekben, hogy olvastuk is, István vértanút, hogy Isten lelke megadta neki, amit mondani kell, ott, amikor mielőtt megkövették. A vádodból vádló lett. Ugyan ezt tette Péterrel a bűnkös napján, amikor megkértek, sok ember megkért akkor. Volt olyan proféta is, aki azt mondta, hogy ne engem küldj, hiszen nem tudok beszélni. Hogy mondjam a testvérek, hogy én Sárospataton jártam gimnáziumba is, azzal mentem, hiszen én már fiatal koromban is eljutottam, azzal szándékkal mentem, hogy majd én lelkész leszek. Azonban
Olyan gyenge tanuló voltam, hogy szinte elégséges, vagy közepes volt az egész bizonyítványom. És hátán messze tartottál, hogy hogyan akarsz lelkészedni, prédikálni, hiszen akar történelemből, akar magyar irodalomból egyetlen egy ötös feleletet nem tudtál még prédikálni. Sőt, nem tudsz egy verset megtanulni. Emlékszik vissza rá, hogy egyik ifjúsági alkalman egy öt soros verset kellett volna mondanom, és a harmadik versornak bele zavarodtam. És így tudott elaltatni a sátán, így nem mentem. 40 éves fejjel kellett elmennem, engedelmeskednem a hívan. Igen. De jól tettem, úgy, hogy Bietorvágyon is az van kiírva ott a ajtófél, az ajtónak a homlok deszkájára. Jól tetted, hogy eljöttél. Jól tetted. Valóban. Valóban jól teszi mindaz, aki keresi az alkalmakat, állom is megveszi az alkalmakat. Én addig még bírtam, minden esztendőben tudtam, még mikor dolgoztam is egy hetet. Szabadságot arra töltöttem, hogy elmentem, hogy épüljek. Olyan sok mindent tanultam Liza nénitől. Áldottam épülni Liza nénitől. Jaj, de sok mindent tanultam. Tehát menjünk, és beszéljünk bátran az embereknek, kérdezzük meg, mi lenne vele, ha most meghalna? Lehet, hogy nem tudna rá válaszolni, de tudni kell adni receptet rá, hogy mit kell cselekedni. Saulus mindjárt azt kérdezte az Úr Jézustól ott a Damaszkusz hívta. Mit akarsz tudom, hogy cselekedjen? Igen. Mert munkára hív el mindenkit az Úr Jézus Krisztus. Be kell állni az ő szolgálatába, a munkába. Mert ő munkásai vagyunk. És ne lesz a jutalma, mert majd amikor az Úr Jézus előtt meg kell állni az ítéletet, de nem ítélet lesz az inkább a hívőknek, mert a hívők az Úr Jézus előtt megállnak majd a hívők. Majd jugalmazásért lesz a Jézus Krisztus előtt való megállás. Hogy ki mennyit munkálkodott. Úgy kapja meg a miért. A ajándékban. Vagyis egy kedves ének kapok ki a legyőbb új csillogó koronát, a szép munka majdótól. Igen. Kapok el. Mert az üdvösség az, aki már egyszer befogadta az Úr Jézust, nem engedi el. Az üdvözülni fog, de azt írja az igaz egyik helyen, nem tudom pontosan idézni. Megmenekül, mint egy tűzön keresztül. Igen. De a jutalmazás sem van. Milyen büszkék a szülők, amikor a gyermekek ott vannak az érzához, megjutalmazzák a gyermekeket. Úr Jézus Krisztus, hogy milyen büszke lenne rá. A jutalmazatlan. Így készülünk mi is az Úr Jézus Krisztus visszavárására, mert úgy jön el, ahogy láttátok őt felvenni. Amikor emberként itt volt, azt tettek el, amit akartak. És ott majd kiáltanak a hegyeknek, hogy esetek mire áll, hiszen az Úr Jézus megmondotta. Mert ez így éves. Hál' legyen az Úrnak, hogy mi hirdetjük az evangélium, ma még lehet,
ma még szabad, boruljra a keresztre. Amen. Imádkozzunk. Hálatel szívvel dicsérünk és magasztalunk, mennyire Atyám, felséges Istenünk, hogy Te meg jó voltatból napjainkhoz napokat csodasz. Köszönjük Te néked, hogy adtad nekünk az imádkozás lehetőségét, hogy van közvetlen vonalunk Te hozzád. Te nálad már régebben meg fel volt találva a drog nélküli telefon. Hagyjadunk, hogy ne csak a bajban tudjuk Te hozzád kiáltani, hanem minden nap tudjunk hálát adni, Uram. Köszönjük Te néked, hogy eléd lehetünk. Közelben és távolban lévő szeretteinket. Különösképpen azokat, akik még nem a tiéd, munkák úgy a szívükbe is, hogy ők is megtérjenek, Uram. Hogy ne fájjon majd a szívünk, amikor mi ott leszünk ők pedig nem. Könyörgök Te hozzá a betegekért, az árvákért, az özvegyekért. Végeztelj el a gyászolókat, Uram. A járvány idején olyan sok koporsó mellett kellett megállni az embereket. Köszönjük Te néked, Uram, hogy Te tudod, hogy mit miért cselekszel. Elérhetünk a szilvásárodi gyülekezetet és imádságainkban. Adj érvelés, szaporíts el az üdvözültek seregét, Uram, a testvéreket valóban tudjunk együtt munkálkodni. Kenyegek Te hozzád, mennyire Atyám, egyházadért. Te támasz, hogy Luther Mártonokat, Uram, akik figyelmeztetik azokat, hogy térjenek meg a bálványimádásaikból és minden egyéb másból, amelyek nem kedvesek előtte. És ne tartsanak emberek 100 millióit hamis tanításba. Kényegyük református egyházunkért és püspökeinkért, testvereinkért, a tanácskozó zsinatért, hogy a kötelességüket teljesítsék, felügyeljék a tanítás tisztaságát, Uram, mert oly sokban a hamis tanító, kényegyük meg rajtunk, Istenem. És kényegyük Te hozzád, kicsi magyar népünkért áll meg ezt a nemzetet. Adj bölcsességet a népünk vezetőjének, és őrizd meg az elbizakodottságtól, Uram. Kényegyük Te légy velünk az éjszakában is, és enyhítsed a csontjainkba rekesztett fájdalmat. Hadd különödjem még Te hozzád a vasárnapi konfirmáció alkalomért is, Uram. Te légy a konfirmandusokkal, áld meg az ő életüket is. A názáreti Jézus nevébe kérlek, hallgass meg kegyelmesen. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyám, Ti vagy a mennyekben, szenteltessék meg Te neved. Jöjjön el Te országod, legyen meg Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket vagy meg népünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsásdunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünket a kísértésbe, de szabadíts el minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkiért. Amen. Isten tiszteltünk szerves és a gyülekezés, létünk nehezen az apostol intézését, jó pont, mint a hatalom. Fogadjátok az áldást. Semmiért ne aggódjatok. Mindenért hálát adjatok, kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok az Úrért, és az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrzni a ti szíveteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten tiszteltünk végén, énekeljük a 359-es énekünknek az első négy verset.
Egyik a kedvmányát viszi. Yeah.
Mindig Isten látnám,